Az ír népszavazás utáni első napok öröme. Köszönjük, Írország, mondta Barroso elnök, de örült a legnagyobb EP frakció elnöke, a néppárti Joseph Daul is. Az öröm elmúltával azonban mind egyértelműbb, hogy a cseh és a lengyel államfő hiányzó aláírása is épp elég nehézséget jelent, hiszen azok is kellenek a lisszaboni szerződés életbelépéséhez. Mára már minden ország igent mondott a szerződésre, vagy népszavazáson, vagy parlamenti jóváhagyással. Vagyis mind a 27 tagország ratifikálta. Csak két aláírás hiányzik. Én határozottan kértem ezt a két embert, hogy ne tartsák túszként fogva az európai népeket. Ezt sürgősen meg kell oldani, hogy utána végre dolgozhassunk, mondta az Európai Néppárt képviselőcsoportjának elnöke. A szocialisták kiváltképp a cseh elnök halogató magatartása miatt aggódnak. Egyáltalán nem vagyok biztos, mit tesz majd Václav Klaus elnök, mondja Hannes Svoboda. Nagyon makacs, nagyon ragaszkodik az álláspontjához, meglátjuk, alá akarja-e írni. Egyébként rengeteg teendőnk lesz az új intézményrendszer, például az EU külügyi szolgálatának kialakításával, de végre a lényegi politizálással kellene foglalkoznunk. Nem kizárt azonban, hogy a két hiányzó aláírás mellett egy újabb bizonytalansági tényezővel is számolni kell majd a lisszaboni szerződés jövőjét illetően. A jövő évi brit választások után ugyanis a Torik, ha nyernek, népszavazást tartanának a dokumentumról. Hogyha jövő nyáron a konzervatívok nyernek, népszavazást írnak ki, amit már most úgy emlegetnek, hogy szavazás a kilépésről vagy bennmaradásról, mondja Diana Wallis, az Európai Parlament liberális alelnöke. De, mint mondja, nem kétli, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a britek ugyanolyan választ adnának, mint amilyet most az írektől láttunk. A tervek szerint október végén az uniós csúcsértekezlet döntene mindazokról az átalakításokról, amelyeket a reformszerződés előír. Kérdés, mindaz, amit elhatároznak, azonnal meg is valósulhat-e, vagy a hiányzó aláírások miatt még jó ideig terv marad.